Kiviszi ki kicsi misit pisilni, vízi biciklin. Na, ki az, aki bulizni jött? Kezed föl! Akkor gyerünk, mehetünk már is! Mennyi sejmes puhaság egy nagyon vidámtal! Hagyj lássuk, ki táncol arra! Mehetünk? Na, gyerünk! És... ez az! Zúzás szívei! Vagyok az alsókat, engem húz fel elsőnek, melegítek belsőnek. Utána élnök szok, rám följenek kellett szok. Ne törjek fel bőröden, rám húzzal a cipőden. Na gyerünk hátul is tánc! Mennyi rendes urvaság, mennyi sejnös puhaság. Zumbi, ricsi, petej, kamár, mennyi teres szívvár. Mennyi rendes urvaság, mennyi sejnös puhaság. Zumbi, ricsi, petej, kamár, mennyi teres szívvár. Ha drág vagyok hosszú szárra, ne vagy smakolik összesárva. Ha megtétek elszakadok, a virágból kiszalad. Szoknyácskálom pentegű, ha elszínik közületükük. Alsó szoknya neve, Pente. Sóciában ilyet nem kell. Gyerünk, tánc! Mennyi nemes uraság, mennyi sajnos puhaság. Cukki, ricsi, beteg, már mennyi meleg szívvár. Mennyi nemes uraság, mennyi sajnos puhaság. A zenekar nem először jár itt nálunk. Milyen a pétfürdői közönség? Isteni, jó, cuki. A gyerekek egyszerűen olyanok, mint olyan pétfürdői gyerekek, tehát olyan rock and roll, kemény, olyan érezni a cheat érezni. Nem, hát most a viccet félretéve, valójában a gyerekek és gyerekek között ugye olyan nagy különbség nincs, tehát az, hogy országhatáron belül hol vagyunk, teljesen mindegy. Ami különbség lehet, az összetételük, tehát az, hogy óvodások, kisiskolások, ugye ebben a korban még egy óvodáskorú gyerek, meg mondjuk egy másodikos gyerek, vagy egy harmadikos általános iskolás gyerek között azért nagyon nagy különbség van. Mi igyekszünk úgy összeállítani a produkciót, a műsorunkat, hogy tekintettel vagyunk arra, hogy
szülőkkel jönnek, nem szülőkkel, kisebbek, nagyobbak a gyerekek, stb. Ebéd előtt van, ebéd után van, ugye? Mert ha ebéd előtt van, akkor kedvet csinálunk az ebédhez. Szóval, hogy ilyesmi, de cukik voltak, változatlanul nagyon-nagyon kedvesek, és ami amit még szeretnék megemlíteni, hogy a szervezés is csodálatos volt, isteni volt. Tehát a Pétvér, nem, most komolyan vicceltem, de tényleg mégis, itt nagyon nagy szeretettel várnak minket mindig, úgyhogy nagyon jó a kapcsolat a szervezővel. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt lettünk. Utoljára tavaly láthattuk vendégül az Alma Együttest, akkor még más fajta formáció állt fel. Jól alakult ez a váltás? Hát ugye mi csak a váltás óta vagyunk, tehát én igazából arról tudok referálni. Az, ahogy most együtt dolgozunk, én azt gondolom, hogy egy minta közösség, tényleg mindenféle túlzás nélkül állíthatom. Tehát olyanok vagyunk, mint egy család, vagyunk is együtt annyit. Tehát ha ez nem így lenne, nagyon megnehezíteni a dolgunkat. Hála Istennek kiegészítjük egymást, így sokkal nagyobb réteghez korban is, meg hozzáállásban is, sokkal nagyobb, sokkal szélesebb réteghez tudunk szólni. A poénokat is úgy tudjuk elosztani egymás között, hogy talán lehet mondani az, hogy mindenkihez, a testhez álló kerül. És zeneileg is egy olyan közösség jött létre, amiben minden olyan stílusból jut egy pici, valamelyikünktől, ami megalkotja a jelenlegi Almát. Úgyhogy én azt gondolom, bár ugye mi kerültünk az Andrissal be a zenekarba új tagként, vagy én olyan régi újnak, tehát igazából ez a Gabi döntése, hogy ilyen a mostani felállás, de azt kell mondjam, hogy egy kiváló döntés volt, mert fantasztikusan érezzük magunkat, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Én még annyit tennék hozzá a kérdéshez, hogy de, illetve részemről jól alakult. Köszönöm szépen! Igen, Andris egyébként ugye ilyen csodálatos zenetudományi munkákat végzett, tudományos munkákat, és aztán hát ő azt a kedvünkért azt ott hagyta, és eljött zenélni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy váltás. Az ő életében sokkal nagyobb váltás, ugye, mint a miénkben, mert Alex ugye ő professzionális zenész, amúgy is régóta. Tehát ő a zenéből a zenébe csöppent, ráadásul ugye régebben, sok évvel ezelőtt a régi formációban is, akkor is már együtt dolgoztunk több évig. Andrisnak ez a legnagyobb váltás igazából. Nekünk nem, én ugye 23 évet csinálom az Almát, úgyhogy hát... De jól alakul a srác, tehát nézzétek meg, milyen hatással lett rá. Kopaszodik. Elvesztette a haját, igen, lefogyott. Sorvadok. Úgyhogy tulajdonképpen csupa jó dolog történik vele. Akkor az új tagoktól kérdezem, hogy mi inspirálja önöket ahhoz, hogy egy gyermekzenekarban tevékenykedjenek és a gyermekközönséget szórakoztassák? Hát én két dolgot említenék, egyrészt magát a közönséget, amely teljes mértékben egyedülálló, és egy nagyon érdekes terep, egyrészt azért, mert azok az energiák, amiket tőlük lehet kapni egy koncert folyamán, azok egészen elképesztően megmozgathatják az embert, másrészt azért, mert nagyon dolgozni kell ahhoz, hogy őket le tudjuk kötni, ugyanis, hogyha ez nem sikerül, akkor ők nem fognak alakoskodni, tehát rögtön jön a pozitív és a negatív visszajelzés is. Ez az egyik. A másik, ami nagyon inspiráló, és ez az Almához szervesen kapcsolódik, az a fajta társadalmi felelősségvállalás, ami a projektjeinket nagyon határozott módon jellemzi. Például a Kackac dalunk is egy ilyen szellemben fogant új újdonság, ami ugye a daganatos megbetegedéssel küzdő gyermekek számára íródott, és ehhez a vonalhoz tartozik még a Most mutasd meg, ami egy régebbi. Mutasd meg, ami ugye a Down-szindrómások. Egyébként a Andrisnak azért vesztett el a haját, előbb poénkodtunk ezzel, de igazából ez úgy történt, hogy ebben a klipben ugye az volt a koncepció, hogy akkor az Andrisnak a haját vágják le a gyerekek. Hiszen daganatos és leukémiás gyerekek is voltak a forgatáson, és így próbáltunk ugye egy kicsit támogatni őket, meg megmutatni, hogy ez nem, ettől nem kell félni, ez nem ellenszenves,
Úgy egyáltalán, úgyhogy ez egy nehéz témájú klip, nehéz témájú dalszöveggel, viszont szerintem szórakoztató formában. És ugye miután a daganatos megbetegedésről alapvetően nem lehet dalt írni, tehát ilyen nincs, hogy egy leukémiáról az ember dalt írjon, ezért igazából mi ezt csak így átvitt értelemben és ilyen vizuális módon tudjuk megjeleníteni ezt a dolgot, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Ugye ez egy nagy vállalkozás volt szerintem a részünkről, és elég sokáig vitáztunk is rajta, hogy ezt hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy ne sértsünk meg embereket, és aztán a DJ Dominiktől, Várkonyi Attilától kaptunk nagyon nagy komoly emberi segítséget ez ügyben. Őt ugye lehet ismerni, a most éppen ugye a Retro Rádiónál dolgozik, és hát ő aztán végtelenül sok ilyen jótékonysági és ilyen jószolgálati dologban benne van, és ő kifejezetten a daganatos és a leukémiás gyerekeknek a megsegítését nagyon előtérbe helyezi már évek óta, hosszú évek óta, és őt hívtuk föl ezzel kapcsolatban, hogy lehet-e egy ilyen dologról énekelni, és olyan szinten mellénk állt ez ügyben, hogy segített egyébként kapcsolatot is találni azokhoz az érintett családokhoz, akik szerepelnek a klipben. Másrésztről pedig szerepet is kapott benne. Tehát zenei szerepet is kapott, és megjelenést is kapott benne, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezúton is neki, hogy ebben minket támogatott. És szerintem, ahogy láthattátok itt a koncerten, ez a dal nem a betegségről szól, a gyerekek élvezik, szeretik, viszont nagyon fontos, hogy vizuális módon azért folyamatosan átmenjen és szóba kerüljön az, hogy az egymásnak az elfogadása. Tehát ugye a gyerekek, mert ezeknek a családoknak ez a legnagyobb kihívás, ez jelenti a legnagyobb problémát, hogy a többi család, a gyerekek, és még felnőttek is szégyen oda sajnos, olyan furcsán néznek azokra a gyerekekre, ahol egy ilyen megbetegedés van, hogy gyakorlatilag az fájdalmas és kiközösítő. És ezt szerettük volna mi tulajdonképpen úgy almailag áttörni ezt a falat, hogy ez ne bámulják meg, hanem ez legyen egy olyan helyzet, amiben belekerült egy gyerek, egy család, küzdenek, támogassák, segítsék az ő küzdelmüket, és azzal is tudják támogatni, igen, hogyha emberként kezelik, tehát nem bámulják meg, nem húzza el a saját gyerekét a másik gyerektől, hogy jaj, nehogy elkapják tőle valamit, meg ilyen butaságuk. Úgyhogy ez egy komoly társadalmi üzenet, azt gondolom, és folytatjuk is. Tehát nekünk van egy ilyen projektünk, egy lemezünk, egy egész nagy lemezni anyag, amelynek megvannak a versei. Kis Péterfi Márta írta ezeket a verseket. Bica Bóca címet viseli az egész projekt, és akkor ebből tulajdonképpen két dal született meg. Ugye az egyik a Mutasd meg, ami a Down-szindrómásokról szól, és az Down-szindrómásokért szól. Most ez a kopaszkukac, a srácokkal, a kackat kopaszkukac. Ez ugye a leukémiás daganatos gyerekek, és folytatjuk. Tehát lesz a haláskárosultakról, dalunk lesz a látássérültekről, szóval sok mindenről lesz. Úgyhogy küzdünk. Csak egy mondatot fűznék hozzá, ahhoz, amit a többi dalszöveg előtt említettél, nevezetesen, hogy még egy üzenete van ennek a dalnak, illetve az összes dalnak, ami majd erre a lemezre kerül, és pedig az, hogy a gyerekeket nagyon sokszor abszolút jó indulatból és pozitív hozzáállás gyanánt sajnálják, és szinte pumpálják beléjük azt, hogy ezáltal, hogy ők betegek. Pedig ők is ugyanolyan gyerekek, ugyanolyan szeretetre, mókára, játékra, vidámságra vágyó gyerekek, mint az egészséges gyerekek. És sokszor megfeledkezünk magunkról, mert hogy szegények, és tényleg csak a jó szándék vezérel minket, de mégsem jót pont teszünk ezzel. Úgyhogy azt is szeretnénk üzenni ezekkel a dalokkal, hogy igenis pozitívan, szeretettel és vidámsággal közelítsük őket, mert az az igazi energia, amiből ők táplálkozni tudnak, és erőt tudnak meríteni a küzdelmükhöz. Van valamilyen más módja is, amivel támogatják ezeket a hallássérült, látássérült vagy beteg gyermekeket? Van, természetesen van. Nagyon sok olyan koncertet vállalunk egyrészt, amely ugye jótékonysági alapon működik, tehát semmibe nem kerül senkinek.
Ilyen értelemben az Alma kezdetektől fogva emellé odaállt, tehát mai napig ez 23 évennek nagyon szép hagyományai vannak, és ezt folytatjuk, a fiúkkal is rengeteg koncertet adtunk már így, ilyen alapon, jótékonysági alapon, egyrészt. Másrészt azt gondoljuk, hogy amikor ebből bevétel lesz, mert ugye egyelőre ezek most a fönt vannak ezen a videó megosztó portálon, még egyelőre nem kerestünk ilyen szempontból ebből egy forintot sem, de nem is akarunk. Tehát ennek ez a lényege, hogy abban a pillanatban, ahogy ebből lemez lesz, ahogy ebből letöltésből pénz és egyéb dolgok bejönnek, abban a pillanatban ezt átadjuk azoknak az egyesületeknek, kórházaknak, alapítványoknak, akik érintettek ebben ez ügyben. Úgyhogy megvannak a nyíregyházi daonosok, megvan a leukémiásoknál, ott a Dominikkal vagyunk, ugye Várkonyi Attilával vagyunk ilyen értelemben kapcsolattal, azt hiszem ottán a Tűzoltó utcai gyermekklinikával és a Hempállal vagyunk ilyen értelemben szorosabb kapcsolatban. Úgyhogy tulajdonképpen ezt tudjuk mi tenni zenekarként, hogy a lehetőségeink eddig érnek. Nyilván ezen kívül magánemberként is megteszünk sok mindent, de az pont azért teszünk magánemberként, mert az nem tartozik a közönségre, hanem azt akkor magánemberként utalunk, és így tovább. De én azt gondolom, hogy a jó szándék a lényeg. Tehát nem az számít, hogy valójában valaki Magyarországon képes-e 10 000-rel, 100 000-rel támogatni egy-egy betegsérült gyereket, vagy egy ügyet, hanem az a lényeg, hogy akár csak a jó indulatáról támogassa. Tehát nekünk bőven elég, hogyha ez a dal, ennek az lesz a hatása, hogy sok gyereknek átmegy ez az üzenet, és szülőnek, hogy ne kezeljék UFO-ként a érintett családokat. Ha már ezt elértük, akkor gyakorlatilag elértünk mindent. Úgyis egy olyan küzdelem, ami egy család életében így mondjuk adódik, mert ugye én is érintett voltam ugye édesanyám kapcsán, gyakorlatilag ebben nem nagyon tud senki se segíteni. Tehát ebben a család tud segíteni, és kész. Tehát ez nem arról szól. Tehát ezek olyan dolgok, hogy egy Down-szindrómás, vagy tehát jó, lehet segíteni állami szempontból is, meg az egészségügyi részét nyilván meg lehet támogatni ezeknek a dolgoknak, de ez nyilván nem az érintett családon múlik, hanem ez ugye az országvezetésen, és így tovább. Ami pedig azt a részét érinti, hogy mi civilek hogy viszonyulunk az embertársainkhoz, na az viszont sokkal fontosabb ezeknek a családoknak is. Sokkal fontosabb, hogy van-e, mit tudom én, olyan lehetőség azoknak, akik mondjuk kerekesszékben ülnek, hogy mit tudom én, hogy milyen mentesítés, segítsatok, köszönöm szépen, akadálymentesítés legyen, és így tovább. Tehát ezekre figyelünk mi civilek, akkor tulajdonképpen mindent megtettünk, a viszonyokat. Tehát mindenkinek ott kell tennie, egyébként ugyanilyen a környezetvédelem is. Tehát hogyha Andris, magam gondolatod, de ugyanez, hogy mi mit tudunk megtenni. Tehát nem az számít, hogy soha nem azt kell nézni, hogy mit nem tett meg a Jézus Atya Úristen, hanem azt kell nézni, hogy én személy szerint Buda Gábor SK, nem az Alex, nem ő, nem az Andris, hanem én a saját életemben, családomban, környezetemben mit tudok tenni a környezetvédelemért, mit tudok tenni a szelektív hulladékgyűjtésért. Mindig erre kéne koncentrálni, és nem mutogatni egymásra, meg fölfelé, meg lefelé mutogatni, hogy én azért nem csinálom, mert ők nem szelektálják külön, meg nem tudom, nem. Kifogást azt mindig lehet találni, mindig van, természetesen, de azzal nem haladunk előre. Tehát azzal tesszük meg, azzal teszünk jót a világnak, hogyha úgy élünk, hogy példamutatóan élünk, és megteszünk mi magunk a saját környezetünkben mindent. Ez személyes! Csak az jöjjön, aki tudja, hogy én is csinálja. Te gyújtott a kerencének, meg ugye tudom mondja, száraz fáj a pénzéjel, meg ugye tudom mondja. Ha éget meg kérem a benedet, sömörjek ki belőle a szemedet. Ha éget meg kérem a benedet, sömörjek ki belőle a szemedet. Segítség ugyan a lapát, feleti, kenyelmet a kerence megsüti. Piroska, gyerünk már!
női gyerekek van. Mit csináljuk? Hát nyomjuk el még egyszer, abból baj nem lehet. Oké, még egyszer, gyerünk! Begyújtott a kemencének, mindegyen kigaboljon. Száraz fáj a mennyéjel, mindegyen rakogja. A lényeget megkérem a bemetet, bemetet, söpülje ki belőle a szemetet, szemetet. Előfordult már, hogy egy-egy új szerzeményt leszavaztak a gyerekek? Nem. Hála Istennek nem. De bennük van a potenciál erre nézve. Tehát én voltam szemtanúja már olyannak. Tehát ezt most nem úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas koncert, ahol lebőg a zenekar, és kifütyülik meg, megdobálják meg ilyenek. Nem, természetesen nem. Hanem egész egyszerűen ott maradnak egy pár percig, és aztán úgy eloldalognak. Elkezdenek játszani valahol, elkezdik rángatni anya kabátját, hogy most már menjenek, és azon veszi észre magát az ember, hogy nincsen már közönség. Én láttam már ilyet, úgyhogy ez egy abszolút valós dolog, és hála Istennek mi megúsztuk. Nyilván ez egyrészt hozzáállás kérdése, itt nem csak a dalokról van szó. Azért a gyerekek általában mindenevők, ugye az épész határain belül. Inkább az nagyon fontos, hogy a Gabi a két dal közt lekösse őket úgy, hogy legyen annyira interaktív, annak ellenére, hogy koncert, annak ellenére, hogy mi színpadon vagyunk őklen, tehát nem ott közöttük szöszmötölünk, legyen annyira interaktív a műsor, hogy figyeljenek és tanuljanak valamit, játszanak egy kicsit együtt, és akkor jön a következő dal, majd, hogy nem akkor engednek fel a következő aktivitás előtt. Jó, mondjuk talán azért az fontos, hogy milyenek a dalok. Tehát nyilván a gyerekközönség számára érthető és befogadható dalokra van szükség. Úgy, hogy közben az ember zenész marad. Tehát nem köpi magát szemen. Tehát nem az a font. Tehát amit meg tudunk tenni azért, hogy ez magas színvonalú legyen, és olyan legyen, azt meg is kell tenni. De nem csak maga miatt teszi ezt az ember. Tehát, hogy a gyerekek is igénylik igenis a minőségi produkciót. Tehát minél magasabb színvonalú a zene, ez nem feltétlenül a technikai értelemben vett bonyolultságon múlik, de minél magasabb színvonalú a zene, annál inkább és annál nagyobb szeretettel tudja befogadni a gyermek is. A koncertek fontos része a humor, és egy-egy poén konkrétan a felnőtteknek szól. Mennyire tartják fontosnak, hogy bevonják a felnőtteket ezekbe a koncertekbe és előadásokba? Nagyon fontosnak. Legalább olyan fontosnak, mint amilyen százalékban a gyerekekre figyelünk, ugyanis a felnőttek hozzák el őket.
És hogyha felnőttek halálra unják magukat, akkor ők fogják azt mondani, hogy inkább kapsz egy doboz legót, csak ne menjünk már megint alma koncertre. És ezt mi nem szeretnénk elérni. De már csak merő udvariasságból is figyelembe kell venni azt, hogy a közönségnek minimum az 50%-a, ha ugye egy gyerek, egy felnőtt jön el, felnőtt. Tehát nem tehetjük meg, vagy megtehetjük, de magunkkal szúrunk ki, hogyha nem próbáljuk őket is valamilyen szinten szórakoztatni és kiszolgálni. Egyébként vissza szeretnék térni az előző kérdésre, csak egy mondat erejéig. Pontosan ez egy jó kérdés volt, és pontosan emiatt. Próbáljuk, és ennek nagyon örülök, hogy mind a zenekarban, mind a menedzsmentben benne van a bátorság abba, vagy arra, hogy szélesítsük a stílusbeli eszközeinket. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy van egy olyan sztereotípia zenészekben is, de a hallgatóságban is, hogy a gyerekzene az hát ilyen tingli-tangli, tehát csak akusztikus hangszeré, hát az ilyen cuki kell, hogy legyen. Nekem van több olyan tapasztalatom is, ami ezt abszolút megcáfolja, és arra világít rá, hogy a gyerek is igenis fogékony egy csomó minden másra, modernebb dolgokra, kicsit keményebb dolgokra, olyanra, amire azt gondolnánk, hogy inkább a felnőttek szeretik. Nem igaz, a gyerekek is meg fogják szeretni, plusz még a felnőtteknek is élvezetesebb olyan zenét hallgatni, ami esetleg azokhoz a stílusokhoz is közelebb áll, amiket ők napi szinten hallgatnak. Így gyakorlatilag senkitől nem veszünk el ezáltal, hogyha bátran nyúlunk bele ezekbe a dolgokba, hanem inkább egyrészt szélesítjük is a befogadó közönséget, másrészt pedig magunkkal is jót teszünk, mert sokkal színesebb műsort játszhatunk, és sokkal színesebb dalokat írhatunk. És ha szabad ezen a ponton tovább görgetni a beszélgetés kerekét, megemlíthetjük azt, hogy egy hamarosan megjelenő dalunk erre ékes példa lesz, ami egy hamarosan megjelenő rajzfilmhez készült klip zenéje, és Alex szerzeménye egyébként. És tehát az pont ezt fogja majd illusztrálni, hogy lehet a gyerekeknek zúzós zenét játszani. Szeretni fogja. Igen, mert van egy nagyon helyes és kedves régi rajzfilm, illetve nem rajzfilm, hanem filmforgalmazó csapat, akikkel már együtt dolgoztunk a Kumba kapcsán is, és több más klipet is, illetve sőt, a filmet. Sőt, a Mindenhol télapó van. Igen, igen, az is egy ilyen projektünk volt. Tehát mi, nekik van ahhoz kapcsolatrendszerük, meg energiájuk, meg lehetőségeik, hogy azokkal a filmkészítőkkel, akik ezeket a rajzfilmeket, vagy rendes mozifilmeket készítik, azok felé ugye be tudják mutatni az Alma Együttesnek a munkáit, és ezért össze tudunk hozni egy olyan együttműködést, hogy ott valahol elkészül a világban egy A-kategóriás, hozzáteszem, nagyon komoly film, mozifilm, általában nyilván gyerekeknek szóló filmekben működünk együtt, és akkor ők fölveszik a kapcsolatot, ugye, hát meg is van a kapcsolatuk a filmgyártóval, és összehoznak velem minket. És mi itthon írunk rá egy dalt, és nekünk ez azért jó, mert ugye megkapjuk ennek a filmnek a kockáit, tehát nagyon magas színvonalú vizuális látvány lesz a klipjeink alá, vagy a klipjeinkhez. Nekik meg azért jó, mert nyilván marketing szempontból egy nagyon jó ötlet, hogy az Alma Együttes, hogy mondjam, ír hozzá egy dalt, és már ismerős lesz nekik a filmnek a kockái, a zene által ugye sokkal több gyerekhez jut el, hogy létezik, hogy jön egy ilyen mozifilm, és ugye most is van egy ilyen szóban forgó film, amit Andris is mondott, a Manu, a legsirályabb fecske, egy fecskéről szól, egy nagyon cuki rajzfilm, és... Jó, mindegy. A lényeg, hogy nagy cukiság is. Milyen érdekes, hogy azért, mikor megkapjuk ezeket a filmeket, akkor ugye van egy olyan zenei aláfestés, ami ugye az eredeti filmzene. És utána nekünk ezt újra lehet, vagy kell is gondolnunk. Tehát, hogy mi
hogy fogalmaznánk meg annak a rajzfilmnek, vagy filmnek a zenéjét. És ettől különleges ez a munka, hogy nagyon-nagyon kreatív munka. Hogy a Kumbánál is, ugye milyen érdekes, hogy az eredeti filmzene, az totálisan más, mint amit én írtam hozzá. Hangulatában is, meg minden. Én ugye sokkal afrikaibb, idézőjebb afrikaibb hangulatot teremtettem, mint az eredeti filmzene. Az eredeti film az megpróbált eltávolodni ettől a dologtól, ugye mint egy ilyen sztereotípia, hogy jaj, azért, mert dél-afrikai rajzfilm, meg afrikai, meg szavanna, meg állatok, zebra is ilyen állatokról szól, afrikai állatokról, akkor ne legyen már ez az afrikai zene, vagy még hatásában se legyen olyan. Úgyhogy Afrikában a dél-afrikai popzenész írt egy olyan zenét, ami tulajdonképpen akár ilyen popsláger lehetne bárhol a világon, és kutya nem mondaná meg, hogy bármi köze van Afrikához. Én meg Európában írtam egy olyan zenét, és hangszereltünk úgy, hogy azt gondoltuk, hogy afrikai hangvételű zene legyen. De mi nyertünk. Mert nekünk 15 milliós letöltés csak Magyarországon, azt meg 400 ezeren láttak. Az egész világon, hozzáteszem, mert több mint 280 országban, hogy hány helyre elműtött az a film, az eredeti filmzene. És mi nyertünk, kész, ennyivel vagyunk jobbak. Jó, a viccet félretéve, szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas, kreatív munka, amelynek mi nagy örömmel teszünk eleget. Tehát ez zenészként is, zeneszerzőként is, ugye mindenki zeneszerző is, dalszöveget is ír mindenki. Ez egy nagyon izgalmas, hogy mondjam, alkotói munka. Mert ugye amikor fölmegyünk a színpadra, az is alkotás, csak az másképp, az a pillanatnak az alkotása. Ezek meg örökké megmaradnak. Tehát ez 20 év múlva, 25 év múlva is ott lesz, hogy a Berkesi Alex milyen dalt írt, vagy a Andris milyen dalszöveget. Tehát ez egy nagyon izgalmas játék. És ebben nagyon nagy szeretettel veszünk részt, és reméljük, hogy ez az új, amit most készítettünk, ez ugyan hangzásában abszolút ugye az Alexnek a dala, Zúzás, azt képzelte alá, azt álmodta alá, meg is csináltuk, megvalósítottuk, de mi magunk is meglepődtünk, hogy egészen király lett, jó lett szerintem, de hát majd nyilván nem én döntöm el, hanem majd a közönség. Ezeken az érzékenyítő dalokon kívül és az új mesének a főcímdalán kívül vannak még más témák, amiken gondolkodnak, amiket meg lehet zenésíteni? Nemhogy gondolkodunk, de rengeteg feladat előtt állunk, hála Istennek. Most két majdnem kész videóklip egy picit standby-ba is került emiatt, hogy sürgősebb felkérések kerültek az asztalra, de van két videóklip, ami már majdnem kész van, ahogy lesz időnk rá, őket is befejezzük, illetve van már további egy olyan saját ötlet, ami remélhetőleg az idén még napvilágot tud látni, mert rengeteget dolgozunk most színpadon kívül is, és van további egy felkérés is, ami az őszi turné kapcsán kerül majd műsorra, illetve a fogyasztók elé az interneten. Na jó, akkor indulhatunk? Akkor még egy kicsit, ezt befejezzük, ezt a valocskát. Csávó, csávó bána, ha barikán, szúri szána, makedi, makari bisvá, kenya jettó, hakuna matata. Na gyerünk, drágáim, kapjuk el a tempót, és tánc élek, hey! Hopp, hopp, na ki az, aki táncol? Valami gúnyolna, fejele felmer, 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 fel
Köszönjük szépen! Te cupik vagytok! Milyen helyesek!